Sziasztok! A mai videóban egy nagyon egyszerű és könnyen elkészíthető tanácipő DIY-jal készültem. Az ötlet a Pinterestről van, de annyira közel áll a szívemhez, hogy akár én is kitalálhattam volna. Mielőtt elkezdenénk, szeretnék veletek megosztani egy tapasztalatot, ami az akrilfestékekről szól. Alapvetően a ruhafestéshez és a textilfestéshez lehet külön festékeket vásárolni, de én azt tapasztaltam, hogy az akrilfestékek is nagyon tartósak. Ezt a tapasztalatot úgy szereztem, hogy véletlenül összefestékeztem néhány pólómat, és aztán ez nem igazán akart kijönni belőle, még sok mosás után sem, tehát nyugodtan tudom nektek ajánlani az akrilfestéket textilfestéshez. Na hát akkor kezdjük is el. Erre a fekete tornacipőre egy holdat fogok felfesteni, ami nagyjából el fogja takarni a márkajelzést. Ha tehetitek, akkor választhatok egy olyan tornacipőt, amin egyáltalán nincsen márkajelzés, mert akkor nem kell azzal foglalkoznatok, hogy elrejtsétek azt. A cipőt kimostam mosógépbe, viszont mire elkezdtem a videót, addigra már megszáradt, úgyhogy azzal fogom kezdeni a festést, hogy a tornacipőt egy spiccelővel benedvesítem. Erre azért van szükség, mert hogyha megszárad a festék, akkor az néha berepedezik, viszont így elvileg nem fog. Ezután neki is állhatunk a festésnek, ami annyira egyszerű, hogy szerintem nem is igényel különösebb utasításokat. De ha úgy érzitek, hogy nem tudtok szép szabályos kört festeni, akkor nyugodtan csináltok hozzá sablont. Sötétebb foltokkal próbáltam a hold domborzatát is imitálni, úgyhogy a kevesebb festéket tettem, hogy jobban átlátszódjon a tornacipő eredeti fekete színe. Miután elkészültem a holddal, csillagokat is festettem rá. Ezzel kész is volnánk, és száradás után már hordható is az egyedi tornacipőnk. Ha nem egy cipőről lenne szó, akkor mondanám, hogy vasaljátok át, és akkor tartósabb lesz a minta, de mivel ez egy cipő, ezért szerintem nem olyan könnyű ezt megoldani. És amúgy is azt tapasztaltam, hogy hiába mosom a festékes ruháimat, így se jön ki belőle az akrilfesték, szóval szerintem nem lesz itt probléma a tartósággal. Szóval ennyi lett volna ez a kis videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!